Jó napot, jó estét a heti jégbüfé nézőinek. Itt a kezemen látják, hogy ki a mai vendégem. A kezemen az a cédula van, amivel tegnap a Tilla-Tilla filmbemutatóján részt vehettem, és Mi van Tomival, ez a filmnek a címe. És én azt mondanám, hogy úszdja a moziba, ez egy nagyon jó film, nem azért, mert most sokkal rosszabb helyzetben lettem volna, mert megbeszéltük korábban, hogy bejön, hogyha a film nem jó, de nem csak én mondom, hogy jó, hanem azok, akik erre hivatalból fel vannak kenve, azok is azt mondják, miközben én egy kicsit ilyen úgy mentem, mint akit így nyakörvön húznak oda, mert hogy az alkoholizmusról szóló film az nekem egyáltalán nem az, amire olyan szívesen beülök a moziba, és ahhoz képest pedig láttam valamit, amit közelről soha nem láthattam, nem is így képzeltem. Nekem az a mázlim, hogy nem volt alkoholista senkim. Tehát nem vagy érintett. Nem vagyok érintett. És egy ilyen kicsit haragos, aprehendáló attitűdöm volt nekem, bocsánat, de önök talán értik, hogy mit beszélek. Aztán nem bírtam az alkoholistákat. Azt gondolom, hogy ezért mindenki maga felel, és meg tudtad csinálni azt, hogy akiket láttam, azokat szerettem végig, és drukkoltam nekik, és te nagyon kegyes vagy, nem csak ebben a filmedben, hanem az összesben, amikor az ember kirojtozná a karfát, mert annyira sajnálja, meg annyira el akar menekülni a hőseidnek a helyzetéből, hogy te mindig odalöksz egy kis nem életörömöd, de valami fényt, hogy ne kelljen senkinek fölvágnia az erejét. Tehát igen, van valami biológiai optimizmus benned, amit én nagyon bírok. És hogy ebből a filmben is megkaptuk ezt a kegyelmet, tehát hogy nem állt bele a talajba az összes hősöd. Nem, abszolút nem. Ez igen, ez azt hiszem minden filmemre jellemző, hogy alapvetően ezek ha hiába nehéz a téma, mondjuk ez esetben, azért szerintem pozitív film. És ráadásul én szívesen ajánlom azoknak, akik érintettek és rettegnek ettől, mert az eddigi tapasztalatok alapján azért voltak már elővetítések, amik egyébként teltházzal mentek, azon én is csodálkoztam a nehéz téma ellenére, de úgy látszik, annyi mindenkit érdekel, hogy eljönnek, és aki érintett, az nagyon fél, tehát ez se baj, lehet félni, eddig kivétel nélkül nagyon sokan féltek, és van, aki sír a végén, és azt mondja, hogy nagyon féltem, hogy feltépik a sebeimet. Fel lettek tépve a sebek, de vissza lettek gyógyítva olyan formában, hogy mégiscsak egy másik polcra került az apám, a testvérem, a párom, a nagyapám, és kellett nekem az az eljárás, hogy újra akár egy picit megbocsássak egy olyan alaknak a családba, aki nagyon sok gondot okozott, és valójában nagyon rossz helyen van az egész viszony. Hát nagyon sok mindent eltemetünk egy családon belül, mert túl kell élni az életet, és ahhoz jó a felejtés. De szerintem tényleg az, hogy nagyon sok szív van, akik dicsérik a filmet, azt szokták mondani, hogy iszonyú mennyiségű érzelem van benne, ami nagyon jó. Jól esik, hogy azért a szereplők is olyan utakat járnak be, amikkel tud menni a néző. Szeretjük az érzelmeket. Most tanultam meg ezáltal a film által, amit például Böcskei Balázs, aki amúgy politológusként ismert, de most már ő is segíti azokat, akik ki akarnak keveredni az alkoholizmusból, tehát ilyen addikció kezelő szakember lett belőle, mind a két szakmáját űzi, mint egykori érintett, és akkor nem tudom, pár hónappal ezelőtt beszélgettem vele, és kifejezetten dühös voltam akkor még, mert nem láttam a filmedet, hogy mitől nincs meg az az önvédelem azokban az emberekben, akik alkoholistákkal szövődnek össze, akár úgy, hogy beleszületnek egy alkoholista családba, és ott kénytelenek vergődni, mint a te filmednek a lányhőse, hogy miért, pláne azok, akik felnőttként kötik össze magukat egy alkoholistával, hogy miért nem menekülnek el, hogy miért nem fontos nekik a saját életük annyira, hogy lehet esélyt adni valakinek, de aztán, hogyha nem tudom én, két-három esély után miért nem menekülnek el ezek az emberek.
És most azért azt értettem meg, hogy azért nem menekülnek el, mert szeretik az illetőt, és hogyha szeretik, akkor tessék szíves lenni, hogy mondjam, csak segítséget adni, meg együtt lenni, meg kitartani, mert hogy mégiscsak ki lehet ásni ezeket az embereket az alkoholizmusból. Mindenkinek ott van a lehetőség, a legreménytelenebb helyzetben is ott van a lehetőség, hogy megváltozzál, és valahogy elkezdj egy új életet. A filmben fölsejlenek megoldási javaslatok, és az egyik legfontosabb szerintem ezek a segítő csoportok, most ezeket AA, tehát anonim alkoholistáknak, vagy az NN-ások, a narkotika, a drogosok, és mit tudom én, ki minden, kismillió fajta csoport van. Szerintem a pszichológusok, szakembereken kívül, meg hogyha ha nem gyógyszeres kezelés kell, meg mit tudom én, ezek azért a legjobbak, mert az alapkiinduló pont az az, hogy senki se alkoholistaként kezdi, hanem nagyon szép lassan csúszik bele. A társadalom asszisztál is ehhez. Kocincsunk, ígyunk folyamatosan. Majd a társadalom, ugye az a probléma, nem tud mit csinálni, mint hogyha valaki már túl sokat iszik és hülye lesz, vagy nem megy be a munkahelyére, nem megbízható, hazudozik, bármit csinál, kitaszítja és megbélyegzi. Tehát kedden, most kis túlzása, kedden még mindenki vele ivott, de ő egyel többet ivott, ezért szerdán már ki van közösítve. Nem könnyű, fekete bárány leszel, bekerülsz spirálokba, stb. Nyilván nem kell megvédeni se az alkoholistát, mert elég gondot okoz ő a családjának, tehát a nagyon fontos hangsúlyozni a másik oldalt, hogy azért itt azért egy alkoholista mellett a környezete szenved a legjobban általában, de hogy lehet, tehát még párkapcsolati csoportok is vannak. Ennek az egésznek tényleg az a lényege, hogy valahogy megértse mindenki, hogy ki lehet jönni ebből a buborékból, hogy se beszélni nem lehet róla, se megoldani. Ez nem igaz. Hát pont ez a lényege a mi világunknak, hogy nagyon sokfajta tabu meg minden olvadozik fel, és megy, folyik szét, és a kommunikáció az nem csak úgy segít, hogy nagyon sok a TikTok videó, meg mindenki, itt vagyok, Londonban, a kommunikáció úgy is segít, hogy ezekről is egyre többet beszélünk, mert minden információ, tehát hogy tudod, itt információ dömping van, és ezt meg kell érteni, hogy ebbe így is be lehet szállni. De szerintem nem csak az információ számít, hanem az is számít, hogy valaki milyen társadalmi helyzetből alkoholista. Tehát meg tudja-e fizetni magának a terápiát, meg tudja-e oldani egyáltalán, hogy kivakarozzon abból a helyzetből, a kínos helyzetekből, amiket előidézett. Sokszor azon is múlik valami, hogy van-e pénzed taxira, hogy elhúzzál valahonnan, ahol nem kellene lenned, nem? Jó, hát én elmondom, mi a nem pénz. Ezért hiszek ezekbe a segítőcsoportokba. Ugye, ha valaki egy értelmiségibb, nem tudom milyen környezetben van, akkor valószínűleg ott vagy olvastak már pszichológiai könyveket, filozófiát, bármit, tehát ott sokkal egyszerűbb azt mondani családtagoknak is, vagy az alkoholistának is belegondolni abba, hogy a dolgokról beszélünk. Összehasonlítjuk valami mással, és megállapítjuk, hogy melyik a rosszabb, meg a jobb, és történetesen az én tehát ott ez egy eljárás, ez egy folyamat, ami körüllengi. Ha valaki egy olyan környezetben él, ahol soha nem beszélnek semmiről, mert már a szülők se beszéltek, nem illik, hát micsoda hagyománya van annak is, hogy mit tudom én, öngyilkos lesz valaki egy családban, és két generációval odébb kell megtudni, hogy micsoda a nagypapa öngyilkos lett. Hát igen, csak nem, kár, hogy kiderült, tehát hogy azért tudjuk, hogy ez nagyon gyakori. Itt azért fontos a segítőcsoport, mert amikor valaki elmegy egy AA gyűlésre, stb., majdnem kivétel nélkül mindenki azt hiszi, hogy ez valami szekta, valami furcsa, lekoszlott emberek fognak arról beszélni, hogy miért nem akarnak inni, nem vagyok kíváncsi rájuk, és az egész olyan béna lesz, vagy olyan izé lesz, hogy mi együtt alkoholisták, hát elég vagyok magamnak, én egyedül, nem akarok még. És nem ez történik, hanem ott az emberek, mivel nem isznak, és mindenki beszél magáról, ezért óhatatlanul először megtanulják bevallani, hogy ők kicsodák, ez egy nagyon fontos eljárás. Ezért kezdődik mind úgy, hogy Leventa vagyok alkoholista. Ez nagyon fontos, mert ez egy olyan kiinduló pont, amit soha nem felejthetsz el, és ami egy olyan muszáj, hogy az identitásod része legyen, hogy ne mentsd fel magad. Ne azokba az irányokba ne menj el, hogy felmented magad, hogy Leventa vagyok, aki valaha ivott, de megtanultam, de nem ittam 5 évig, leültem büntetésen, most már tiszta lappal indulok, mindent szabad. Ugyan már 2 hétig inni fog, és még az is lehet, hogy meghal. Mert túlzásba fogja vinni, be akarja pótolni az 5 évet, vagy nem tudom. Tehát, hogy
Igen, tehát ezért kezdődik, de hogy megtanul, ami a legfontosabb, megtanul beszélni magáról. Megtanul kimondani dolgokat magáról lépésről lépésre. Ha semmit nem tud magáról mondani, akkor is egy olyan környezetben van, hogy látja, hogy a többiek ezt csinálják, és az ember nem tud mit csinálni, mint hogy utánoz, megy utána. Én is, hogyha a Kati így elmondta, hát akkor én is elmondom, hogy mi van az anyámmal, vagy az apámmal. És látom, nem ciki, és egy idő után már nem is a PR-ról beszélnek, hanem megtanultak beszélni, már lehet, hogy a feleségéről beszél. Lehet, hogy valaki egy a gyűlésen, vagy bárhol fejti meg magát, hogy mi az a háttér probléma, ami valójában itt hosszan kivetül a szerhasználatban, vagy mit tudom én. És akkor már sokkal nagyobb előnyben van, mondjuk ez a buszvezető, vagy marketing igazgató, mert ott minden meg takarítónő, ott mindenki van, mint az, aki nem jár ilyen helyre, lehet, hogy nem alkoholista, de nem beszél semmiről. És az, soha nem beszél. És ezekben az anonim alkoholisták csoportokban van realitása annak, hogyha valaki éppen megbillen, vagy eltűnik, hogy kiterítsék a többiek, hogy mi van Tomival, miért nem jött? Ó, nem, erre semmifajta szabályzat nincs, és ezt föl is villantottuk a filmben is, hogy ott vannak tagok, akik azt mondják, hogy ennek semmi értelme, ez hülyeség. Normálisan ők nagyon fontosnak tartják, hogy kell lesz hozzá. Tehát, hogy ők nem akarnak, tehát, hogy... Nem azt... nyúlnak utána, hogy a kicsúszol? Nem, de ez csak egy szokásrend, ami általában ez nem egy dogmatikus dolog. Ez nem olyan, mint egy... Tehát ez nem itt a szabályzat ilyesmi dolgokra egyáltalán nem vonatkozik. A szabályzat az olyan dolgokra vonatkozik, ami nagyon egészséges, hogy amit itt hallottál, azt tedd magad, értsd jól, de ne vidd ki. Mert mások, tehát hogy nem mondhatom el, hogy te mit mondtál egy gyűlésem. Tehát az ember az orvosi, ez nem így van. Ne azért járj ide, hogy itt valaki őszintén beszélt magáról, és te a külvilágba elmondod másoknak, mert az úgy nem működik, ezt tudják, az nem, mindenkinek a magánügye. Szóval a szabályzat nincs arra, hogy utána kell nyúlni valakinek, hanem vannak olyan alkatok, például font a filmben Szalóki Levente, aki valóban vezet ilyen gyűléseket, film végén coffos ember. Ő például egy olyan alkat, ő szociális munkás is, meg mit tudom én, hogy ő megy, mert van egy belső késztetése. És ő, neki van valószínűleg egy olyan tapasztalata, hogy szerinte segíthet, ha valaki nagyon mélyen van, tehát ha kellő, elmegy a kocsmába az ember, ez bemegy a kórházba, stb. És vannak nyilván jó, meg, vagy sikeres és kevésbé sikeres tapasztalatai. De hogy van ilyen, tehát a filmben is azt akartuk ábrázolni, hogy a Túróci Szabolcs által játszott karakter, ő akar valamiért adni. Sokszor bejön emberekbe ez a kényszeres adás, aki sokat elvett előtte másoktól, meg mondjuk a Szabi karakter is, a saját az élet is elvett tőle. Tehát, hogy azért ő miért lett alkoholista, mert azért ott van egy, az ő élete egy lyuk. Tehát, hogy ő azt el lehet mondani, hát ő van egy kitalált figura, minden idők egyik legnagyobb színész legendája, Szálka Sándor fia. És ő nem lett akkora, mint apuci. Báb színész lett. Igen, de ugye, mert a báb is olyan, hogy mindig az volt a fejünkben, hogy az apja kiállt, és mondjuk most mondjunk valami nagyon triviális dolgot, hogy nyomott egy olyan Hamletet, vagy Lear királyt, hogy az egész, mit tudom én, 1972-ben megborult az egész ország, és mindenki azt mondta, ezt meg kell nézni. És akkor ő ha kiáll, még lehet, hogy a hangja is elmegy, annyira izgul ettől, és ő maga is érzi, hogy nem biztos, hogy olyan jó, mint az apja, és de nem tud elszabadulni a színháztól, hogy mégiscsak ebben nőtt fel, ott ült, nézte, és akkor a báb színész, itt annak az a lényeg, az én fejemben a lényeg, hogy az paraván, ott nem vagy. Igen. Tehát, hogy még az is megjelenik, finoman mondja, hogy az a nagy kérdés az elején, hogy én is átmegyek a kortársba. Valójában a kortárs bábművészet egyik legfontosabb jellemzője, hogy látod a bábosokat. Ez most már jó pár évtizede, vagy nem tudod idővel, tehát, hogy ők ott vannak. Úgyis, mint színészek, és látod az ő arcukat, stb. Tehát nincsenek, nem csak egy nyúl. Azért a Szabi által játszott karakter az a hatodik nyúl, a Nyúl Péterbe, tehát még főszereplőse, azért ez nagyon biztonságos környezet, tudod. Ő egy csapat, ő egy beolvadni. Eltűnni, beolvadni, és akkor miért iszik? Hát ezért. Mert valahogy mégse ezt szeretné, vagy nem tudom. De hát ezt már... Ami engem szíven ütött ennek a filmnek, van egy jelenete, amikor keresik a Tomit. Keresik Tomit, és egy ilyen hihetetlen erdei
félig meddig hajléktalan telepen találnak olyanokat, akik láthatták Tomit, és akkor ez a báb színész, aki meg akarja menteni Tomit, ez megkérik, hogy bábozzon egyet, játszon ennek a társaságnak, ennek a szedett-vedett társaságnak, és az a lehetőleg boldogabban fölveri a paravánját, és játszik hát nekik. Illetve a paraván sincs, hanem csak a pokróc. Jaj, pokróc, ráadásul hát fölterített pokróc. Igen, arra gondoltam, hogy ő legyen az a fajta vesztes típusú, de szerethető karakter, aki olyan értemben mégiscsak valaki, hogy ő komolyan veszi a művészetét, meg, és hogy, ad. Meg ad, meg hogy ha azt mondjuk, hogy az apja volt a mindenki királya, ő is király, de ő a senkik királya. Ő végül is a senkik királya lett, de hogy az is valami. Tehát, hogy és ott éppen boldog, amikor ott abban a társaságban mégiscsak ő az, aki a valaki. Tehát mégiscsak ő az, hogy Sanyi, vannak nálad bábok? Van, de... Tehát, hogy mégiscsak és ezt kéri születésnapjára, csak hogy emlékeztesselek. Igen, abszolút. Tehát, most, hogy jó sokat beszéltünk az alkoholizmusról, és egy filmről, amit a önök majd csak elmennek és megnéznek, de eddig még nem láttattak. Most egy kicsit beszéljünk arról, hogy én gyakorlatilag, nem gyakorlatilag, hanem azt hiszem tényleg minden filmedet láttam. Minden filmet kifejezetten, még a Pánikban is, ami egy látszólag egy ilyen habostorta ezekhez a filmekhez képest, hát igen. Az első. Még abban is van egy ilyen társadalmi gyökérke, de aztán az összes többiben, a Csicskában, meg a Tiszta szívvelben, meg ebben, mindegyikben van egy olyan, hát akár milyen rosszul is hangzik, de azt mondom, hogy társadalmi probléma. És közben mindegyiken lehet nevetni, tehát hogy arra vigyázol, hogy ez a biológiai optimizmus, ami neked van, hogy azért az kijöjjön a filmjeidből. És közben nekem az volt állandóan az érzésem, már a Tiszta szívvelnél, hogy miért nem csak ezzel töltöd az idődet. És ez nem azt jelenti, hogy lenézném. Én nagyon bírom azokat már úgy értem, hogy nagyon elismerem azokat a műsorokat, amiket vezetsz, mert hogy jól van csinálva, de hogy azt gondoltam, hogy ha ezzel töltenéd az idődet csak, azt téged nem tenne elég boldoggá? Nem. Unatkoztál? Nem, ez túl ritkán van, és ebben vannak olyan, azért én is egy szereplő ember is vagyok. Kicsit én olyan vagyok, mint rendező, mint egy színész rendező. Igazából, és ez szerintem a filmben is látszik, hogy olyan sokat foglalkozom a színészekkel. Annyit próbálunk, vagyunk együtt, hogy én szeretek ebbe az egészben nagyon közel kerülni és belebújni, és valójában lehet, hogy én lehettem volna színész. Magyarul egy ember, aki kiáll és csinál valamit. És hogyha valaki csak kimondja meg, hogy mit csinálsz, te magad írod meg magadnak, vagy másnak tudom, is? Tudom, hát most ez már nincs, én színész már nem vagyok, és nem is leszek, tehát ez egy másik univerzum. Nem, ez egy másik univerzum, de az, hogy kiálltál valakik elé, és ott valaminek történnie kell, az is, ahogy te most itt ülsz és beszélsz, most ez mind ide tartozik. Az, hogy most épp műsorvezető vagy színész vagy, én azt szoktam mondani, hát nagyon sokfajta előadó művész van, kezdve, egyszer volt a fejemben egy ilyen, hogy mi lehet a rangsor, hogy ki a legkisebb egység. Talán a stewardess. Ott is van, aki jobban mutatja, vagy azt mondják, hogy fú, de azért ez nagyon jól néz ki ez a nő. Tehát azért ott is vannak jobb és rosszabbak. És akkor van a matador, ami már lassan úgyis örökre betértják, aki kérdés, hogy mondjuk a matador lehet, hogy följebb van, mint a Mick Jagger olyan értelemben, hogy lehet, hogy a Mick Jagger, a rockstar mindenkit megmozgat, viszont a matador meghal néha. Tehát ő a halállal is, de mindegy, mert sokan utálják a Bika Vildalt, ezt hagyjuk. Azt akarom mondani, hogy ha előadó művészetben, tehát valaki bármit is valaha előadott, és ráérzett annak az ízére, ez is olyan, mint egy szer, hogy ott az energia, ami megnyomja, annak a kiszámíthatatlansága, hogy mi fog ott történni. Uh-huh. Csak az élő műsor, ahol közönség is van? Hát persze, hát az élő műsorok, hát én azokat annyira szeretem, és ennek ennek is van több része. Tehát van egy versenyló része, akit kiengednek, és futhat, és én ezt nagyon szeretem. Tehát van egy ilyen majdnem sport része. Van egy ilyen, van egy ilyen sámánisztikus eljárása is, én ezt nagyon szeretem, amikor, főleg amikor rossz napom van, amikor azt mondom, hogy
nincs kedvem ma műsort vezetni, nem érzem, mit tudom én, és ahogy így ülök, és mint hogyha belém jönne egy külső szellem, hogy de van, mert neked ezt kell csinálni, és szeretem, ahogy így átjár, és röhögnek rajtam, hogy Tilla, 3 perc múlva élő, szerinted mi lesz, hogy is lesz? Nem tudom, fáj a fejem, minden bajom van. És aztán az, hogy 0-ról 100-ra gyorsulni, az csak ilyen műsorokban tudok, 2 másodperc alatt, és nekem az kell fizikailag. Van habitus. Apám sajnos már meghalt, egy hülyeség miatt, egy ilyen vastag béldaganat, tehát ez ma már ki lehet kerülni vizsgálatokkal, de a nővére, 88 éves, tegnap is eljut a bemutatóra, megy. Nagyon mozgékony a családnak ez a része, tehát 88 évesen mindene fáj, és bárhová elmegy. Én ugyanilyen vagyok. Aha. Tehát nem lehet, nekem nem lenne jó egy helybe ülni. Nem tudom, nem ezt örököltem. Nem tudok. A másik pedig a ami nagyon félelmetes tud lenni emberek számára, a pillanatnak a bizonytalansága, ha megszokod, ez egy veszélyes üzem, élőben bármit csinálni, akkor nagyon függőjévé válsz, hogy mennyire jó az, hogy nem lehet tudni, hogy mi fog történni, hogy ezekben a műsorokban se. Az mind, most független műfajta, hogy ki gondolja azt, hogy gagyi, ki gondolja azt, hogy nagyon jó. Tehát, hogy az, hogy valami, hát ez nem lett olyan jó. Tudod, hogy mondasz egy poént mondjuk, és hát ez szar poén volt. Sőt, hát primitív is. Aztán mondasz egy másikat, hú, ez nagyon bejött. És ennek a élőben, ez, hogy bármi megeshet, ezt a többiek is, hát minden műsorban, akik ilyen emberek vannak, ezt imádják. És akkor ott van még egy olyan nehéz szint, amiről nagyon béna beszélni, vagy nagyon furcsa beszélni, de valójában szerintem fontos, hogy az ilyen típusú ember, én is ilyen vagyok, ez nem tudom miből ered, kicsit önimádó. Most ez nagyon hülyén hangzik, de ugye nagyon szeretem, amikor... Az van, amit te indukálsz. Hát, hogy amikor ott, hogy ott állok, és a közönség... Tehát amit te is mondtál egy picit, hogy amikor azt szokták mondani, főleg mondjuk valamifajta értelmiségi közegből, hogy de hát ez nem elég színvonalas, valamifajta mérce szerint. De én nagyon szeretem, amikor a nép ott vannak, és a teljesen nettó szeretet jön. Tehát amikor simogatnak, vagy amikor nincs benne semmifajta plusz gondolat, hanem zsigerileg megállítanak az utcán, úton, útfélen, hogy neked szurkoltunk a buci, Stolbucival, a Ázsia Expressbe, és mit tudom, az egész ország újra definiált minket, tehát még egyszer megtörtént az eljárás, hogy miért szeretjük őket. És ez a bucinak és meg nekem is nagyon fontos volt. Tehát, hogy egy kicsit ácsingózunk ezért, ezt ilyen hülyeség kimondani, de ez az igazság. Mindenki, aki ebben van, abban nagyon erősen benne van, és a legnagyobb színészeinkben is benne volt, és mindenki, tehát, hogy ez nem igaz, hogy ez az energia nem hatá. Tehát erről én most felsoroltam már mi mindent, ezekről nem akarok lemondani. Nem tudok lemondani, nem is fogok. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy értem. Ugyanakkor meg az, hogy azért ez ne teljesen alkalmazott legyen, hanem annak a problématikája, hogy jó, akkor viszont legyen egy Tilla-Tilla show, amiben, mint a legnagyobb király az én nevem alatt közé állva, amire voltak példát, ugye 2 nagy példa volt korábban, a Friderikus, illetve a Fábri, azt érdekes módon ott nálam életbe lép, hogy attól például félek egy picit. Vagy úgy azt nem tudom. Lehet, hogy gyakorolni kéne, és nem is stand-upolok, attól is félnek. Én a stand-uposokat csodálom. Tudom, hogy begyakorolt műsoruk van, és az már nem is olyan nehéz, de ha nekem először ki kéne állni, az nagyon kemény. De ez a sziasztok, nekem? Rangos Kati, itt vagyok. Na hát, és amikor apámmal mentünk, nagyon nehéz. Rohadt nehéz, de hát... Csinálsz propaganda címen egy műsort 20 éve szerintem lassanként, amiben te találod ki, hogy kivel mit csinálsz. Az egy hát csoportmunka az is, tehát sok barát van. De... Csoportmunka egyébként a show is. Minden, persze minden. Az lehetne. Megcsinálsz egy filmet, amire is csak te tudod, hogy mit akarsz, kit akarsz, nagyjából hogy akarod, és nyilván 40-en beleszólnak, és kijön egy végeredmény. De hogy akkor miért nem kockáztatod meg, hogy megcsinálsz egy órás Tillas? Lehet, hogy a filmeknek. Lehet, hogy az a probléma, hogy a filmek elviszik ezt az energiát. Tehát itt van egy ilyen tudod, hogy a... Vagy itt... nem lehet, hogy nem ajánlották, bár mekkora... Régen még volt, de most ez nem divat, most mindenki
fél ettől a műfajtól, mert mindenki valahogy zsigerileg érzi, hogy van egy alap probléma, hogyha te nem tudod, tehát vagy az van, hogy kell egy ember, aki egyedül, azt se tudom, hogy erre a műfajra szükség van. Ezt most nem tudjuk. Mert Amerikában az, hogy van, azért az egy hagyomány része, tehát, hogy ők azért... Tehát bármit lehet egy ilyenbe tenni, hát létnál sót is lehet csinálni. Persze, de nem tudom, Magyarországon van erre igény, ezt nem tudom. Szappanfúvásig bármit, ami neked egyébként csuklóból megy, belerakhatnál egy ilyen saját műsorba. De mindenki érzi, hogy mi függetlenül, hogy ezt vannak, akik csinálják, vannak, akik nem, hogy mindenki érzi, hogy vannak ilyen óriás alapproblémák a jelenkori Magyarországon. Az egyik, nagyon nehéz olyan vendégeket találni Magyarországról, akik máshol nem nagyon szerepelnek. Ja, az exkluzivitást, stb. Nem olyan könnyű megadni neki, ez baj. A külföldi sztárokkal pedig az a baj, hogy teljesen a napnál világosabb, hogy kicsik vagyunk, és nem jönnek el. Tehát hiába forgat itt a félvilág, tehát azokkal az amerikai sztárokkal zseniális, óriási sót. Most is biztos ebben a pillanatban itt van, hát nem is tudom kik, hogy mindig itt vannak a városban, de étterembe mennek a Morgan Freeman, meg a bárki, és körbe mennek Budapesten, jaj, de szép a város. De nem mennek el senkinek a sója. Nem mennek el, mert nekik ez nagyon pici. Ez olyan, minthogyha, tehát egyszerűen van egy szerződésük, ami, én tudom, ezt néztek, hogy és bele van írva, hogy mit tudom én, hány PR szereplés kell nekik, úgy élnek, és úgy vannak pozícionálva, hogy nekik az, amit most én is csinálok, hogy minden nézőért megküzdünk, és ingyen és bérmentve és boldogan adok 127 interjút. De itt nem azért van, hanem azért, mert ide szeret jönni. De hogy ez az attitűd, ez számukra ismeretlen. Ők abban az attitűdben élnek, nagy sztár nem ad. Keveset ad, mert így is megmarad, nem érdekel, hogy hány néző lesz, nem az én dolgom, producerek dolga, és a szerződésben azt írtuk le, hogy négyszer megyek el Londonba, Tokióba, nem tudom mi, sajtótájékoztatóra, kiülök, és kérdezhetnek, és azt is beírja, és a Brad Pitt lehet, hogy beleírja, hogy nem kérdezhetnek már Angelina Jolie-ról, tehát minden le van szabályozva, az újságíróknak is, az egész szabályozva, és abban benne van, hogy mondjuk Németországban van 8 millió. Nem tudom pontosan, hogy mondok, van 8 millió tévénéző, az már egy látható szám, ami a film szempontjából értékelhető. Magyarországon nem tudsz ilyen számokat produkálni, tehát érdektelen, de Szlovákiában se szerepelnek, vagy a szerbek, tehát hogy nem vagyunk ezzel egyedül. Tehát, hogy ez nehéz ebben. De mondom, mondjuk inkább azt, mert mindig az a lényeg, hogy te ki vagy, hogy a probléma én vagyok. Tehát most felvázoltunk valamilyen technikai akadályokat, de nem, a probléma én vagyok. De szerintem nem akkora probléma, hogyha valaki nem feltétlenül olyan, mint amit elvárnánk. Tehát az én esetemben ez mindig fölmerül, hogy de miért nem ilyen vagy, vagy miért nem olyan vagy. Valójában mindenki tudja, hogy ez teljesen mindegy. Nem? Tehát, hogyha igazán... Tehát, hogy miért ne lehetne? Tehát, hogy van a Túróci Szabi szokta mondani, hogy hagyjátok már békén, van még erre is példa, a világ egyforma, Takeshi Kitano, minden idők egyik legnagyobb japán filmrendezője, ilyen brutális jakuza filmeket csinált, amivel Cannes-ba nyert a filmfesztiválon, egyáltalán nem nézték a japánok, mert valahogy a olcsóbb gangsterfilmek tetszettek neki, stb. Tehát, hogy a leggagyibb sokat csinált a japánban. A japánoknál nincs limit, tudod? A japánoknál nincs ilyen, hogy azok olyan, mint az amerikaiak, hogy az összes ilyen menjen be oda valaki, essen le, röhögjük ki, dobjuk ki az ablakon, ezt mind a Takeshi Kitano találta ki és csinálta, és kiröhögte őket galád módon. Csak a japán kultúra olyan, hogy mivel sokan megnézték a műsorait, ott van egy ilyen alázat mindenféle munka meg számok felé, mint az amerikaiaknál, hogy őt nagynak tartják. Tehát ott nincs ilyen kérdés, hogy nyára ugyan, de miért csinál ilyen bármit? Hanem azt mondják, ja, ezt megnézte 3 millió ember, nincs kérdésünk. Jó. Tehát, ez mindegy, de hát mindegy, ez de egy hát, örök. Még a látszatát is szeretném elkerülni, hogy én itt felelősségre vonom, ja, hogy tudom, nem csak hogy... csupa szép, komoly filmet, ami nekem megfelel. Csinálok vígjátékot, megkívántam nagyon a fergeteg vígjátékot régen, mert bennem rengeteg humor van, tehát mondtam a filmekben is, meg az látszik a tévében is, hogy nagyon könnyen eladom az anyámat is, akár egy poénért, tehát hogy azért nagyon ilyen vagyok, nagyon, meg az életben szerintem én egyébként egy ilyen szórakoztató, vicces figura vagyok egy társaságban. De
ja, és most már szeretnék egy ilyen filmet, vágyok egy ilyen filmre, hogy beülünk, és az elején elindul, és egyszer csak az ötödik perctől fuldokolva, sírva röhögünk, mert ezt én is szeretem. Nem állnék ellent egy ilyennek. Igen. Azt akarom megbeszélni a maradék időben veled, hogy hány kanyart vetett a te életed, mert ugye te képzőművészként indítottad el saját magadat, aztán villámgyorsan beletalált az életedbe a tévézés, és akkor így nagyjából ez az orrunk előtt zajlott. Ami kevésbé zajlott az orrunk előtt, csak én összecsipegettem az információkból, mert sokat dolgoztam együtt a feleségeddel, hogy baromi sokáig nem vezettél autót. Aztán egyszer csak rákattantál, és most meg már gondolom ki se lehet húzni az autóból. Hát igen, sajnos igen. Igen, az autó az kényelmes dolog, és az ember bele tud szokni, ez teljesen a kerékpározás rovására ment. De mondjuk 40 éves korodig nem csináltad. De 20 évig kerékpároztam, és a kerékpározással az a baj, hogyha nem a belvárosban laksz, akkor szerintem azért annak van egy ilyen fizikai része, hogy már a rosszabb időben könnyebb, egyszer csak elkezdesz egyre könnyebben megfázni, kiderül, hogy nem bírja az egyik térded, nekem is, nem bírja úgy, tehát vannak ilyen fizik, nem mindenki bírja. Nekem az életveszély a problémám a kerékpározással, én is kim vagyok autósként az úton, és esetleg kinyitom az ajtómat, úgyhogy hát nem nézlek meg. De hogy az a kérdés, hogy mennyi kanyart vett az életem, az nagy hanem, téma. Hanem, hogy mitől az volt téma. Az, igen, szerintem azért csinálták két-három ilyen nagyobb fajta. Figyelj, csak kanyar, tehát hogy szerintem mindenki életében szerintem nagyon fontos, hogy például az minden ember életében szerintem nagyon fontos, szerintem, hogy az eredeti környezetedhez képest, ami szerintem nagyjából mindenkinél olyan 18-20 éves korig tart, ma ez lehet 30 is, de az én esetemben igen. is még olyan 18-ig tartott, hogy ahhoz, tehát a családod, a lakhelyed, a kerületed, a falud, a kisvárosod, nagyvárosodhoz képest, hova mozdulsz el. Tehát az én életemben is az első nagy kanyar, ahogy az óbudai lakótelepet és azt a közeget elhagyva a képzőművészeti szakközépiskola hatására egy művész közegbe, egy színház, filmhez közel álló közegbe érkezem meg, oda, már onnan vannak a barátaim, és már ilyen helyeken beszélgetek. Tehát ez egy nagyon nagy váltás. Tehát az fontos volt, hogy ez egy nagy váltás az én életemben. Kár azért a festőért, aki nem lettél? Nem, mert pláne filmeseknél, tehát film lett belőle, megmaradt a művészet. Alapvetően szerintem a művészet a lényeg, hogy ez egy gondolkodásmód, meg tulajdonképpen egy életforma, és ezért ez ugyanaz. Az, hogy most mi a tárgya, hogy festesz, vagy filmet csinálsz, az szinte mindegy. Az teljesen mindegy. Tehát csak átalakult. Írni is? Médiumot. Én írom ezeket a falat, írni tudnék, de ott például érdekes módon még szemem van, a képzőművészet az mégiscsak szem és kép valahol, mint a legfontosabb szemünk. A írásnál az adott képességeim nagyon gyengék, tehát az agyam az működik, de például pokoli helyes író vagyok, és nagyon, és nem egy ilyen ösztönös, jó stiliszta. Tehát azért azt gondolom, hogy egy jó író, az valószínűleg közel van a nyelvhez. Én nem vagyok közel a nyelvhez. Tehát, hogy ez olyan, de zene, hogy volt régen fiatalon próbálkoztam, sok zenekarok, szerettem volna rock and roll sztár lenni, vagy bármi, mint oly sok mások, vagy gitároztam, és fel kellett ismernem, hogy a zene, mint olyan, a hang, tehát a fülem is rossz, tehát nem hallok tisztán, hogy a zene az nem az én világom, mert hogy nem vagyok közel hozzá. Úgyhogy maradt a kép. A kép az megy. Szóval ez volt az első kanyar. Igen, utána a tévé. Igen. A tévé az Kis Tamás Laci, ezt már sokszor elmondtam, bekerülünk Váradi Júliék, Lukinági 72 óra. Az egy véletlen. És akkor én nem akartam tévés lenni, hanem pénzkeresetnek használtam, és aztán közben ott ragadtam, és akkor kellett egy pár év, amíg fölfogtam, hogy hát akkor ez legyen. Ez is ugyanolyan bevallás volt, de csak akkor semmi mondtad, fájdalom. Hogy legyen, amikor már sztár is voltál, vagy nem, annak is meg volt a nem, azért lettem sztár, mert azért lettem mainstream, ilyen nagy showműsorokban, azért mertem már bemenni, már előtte rájöttem és bevallottam, hogy én ezt szeretem, és én ezt akarom csinálni, és akkor fokozzuk. Akkor kezdjük el fokozni, és akkor láttam, hogy azért nem baj, hogyha az ember csinál minden, tehát hogy nem lehetsz örökké kulturális műsorvezető ebben az országban, mert itt semmi nincs
semminek nincs meg a helye, és itt, tudod, ezt már sokszor mondtam, de hogy ezt tényleg mindenki érzi, hogy ha ebbe az országba, ebbe a kultúrába, hogyha nem vagy fölvértezve valami ismertséggel, vagy valami egyéb erővel, akkor mindig mindent újra kell kezdened. Nem tudom, miért van ez így, de mindig valamit megszűnik, mindig félreraknak, mindig megszűnik a tévé, a rádió, új rendszer, azokat kirúgják, ezekbe jönnek. Szóval a médiába egy akkora, és ez nem is igaz, tehát nem ez a mostani, hanem ez már régen, tehát ez már a rendszerváltás után, ez azonnal beindul, hogy föláll egy valami, és akkor puff, a hangkis elemért már 92-ben eltávolítják, és onnantól kezdve ez az őrületes minden szempontból. És tehát, mióta nem vagy kiszolgáltatott, mióta érzed úgy, hogy hát az ismertség az megvéd. Az ismert, ha értékes vagy, és ha azt mondják rád, hogy nem szeretem, amit gondol a világról, mert nekünk nem hasznos, nem szeretem, hogy nem úgy érzem, nem olyan, mint ami mi vagyunk, vagy nekünk kell, ez lehet politikától elkezdve, lehet a lazaság, komolyság, tehát sok minden van ebben is, de hogyha valaki azt gondolja, hogy nem kedvel engem, nem tartja jónak, amit csinálok, attól is, hogyha ismert vagy, azért az egy másképp lecsapódó dolog. Ha tetszik neki, ha nem tetszik, akkor is kell ezzel valamit kezdenie, ha meglát engem. Akár a tévében. Tehát legalább akkor muszáj elkapcsolnia. Tehát valamit kivált a dolog. Ha senki, ha nincs bennem semmi erő, akkor nem is vagyok. Szándékodban el megöregedni így a képernyőn? Igen, de szerintem ez sem akkora ördöngösség, mint hisszük. Erre is kismillió példa van, színészeknél is, meg stb., hogy szerintem ez egy nagyon furcsa dolog. Ez is olyan, mint minden, hogy ha nem foglalkozol vele, de valójában baromi sokat foglalkozol vele, tehát hogyha ezt a tűz és víz, a fekete-fehér jól keveredik benned, mert azért foglalkozol vele, mert azért jön baj, hogyha jól nézel ki, meg hogyha friss maradsz agyilag, meg stb., de közben azért nem foglalkozol vele, mert nem görcsölsz azon, hogy egyébként mennyire sikerült épp most hogy nézel ki jól, tehát ez közben nem szabad erre rámenni. Szóval, hogyha ezt a feszültséget jól kezeled az idővel, akkor valójában szerintem észrevétlenül csusszansz át a generációkon. Tehát, hogy nagyon sok olyan világhírű színész van, akinél föl se tűnt, hogy ne, az már 75, ne, az már 80. Tehát, hogy és óriási, és senki nem gondolt róluk semmit. És akkor vannak mások, ebben mindenki kicsit magánügyileg is benne van, jaj, hát én láttam, igen, hát azért már eléggé olyan. Sok oka lehet ennek, ugye, tehát az öregedésben mégiscsak benne van egy genetika, mint mindenben, hogy lehet, hogy valaki rozzantabb lesz előbb, és akkor... De én abban hiszek, hogy bárki vagy, lehetsz mindig okos, tehát a leghülyébben kinéző ember is megkaphatja azt a szerepet, hogy ő a legokosabb média szereplő az országban. Ez mindenkinek adva van 100 éves koráig. Lehetsz, és akkor van sokfajta egyéb. Azt szerintem azt nem tudjuk, hogy ezeket a nagyon nagy showműsorokat, hogy azok lesznek-e még, hogy azokat meddig fogom én vagy a többiek vezetni, mert az meg ott óhatatlanul egy idő után annak biztos, hogy lesz egy jelentése, tényleg, mint a táncdal énekeseknél, hogy egy idő után akkor viszont én ott Korda Gyuri leszek, az biztos. Tehát ez... mekkora sikere van a Kordán? Persze, de hogy azt akkor, de az már úgy retro, hogy akkor, hogy, tehát az nem, tehát az is egy nagyon érdekes állapot, nem? Tehát amikor a Korda Györgyre 20 évesek örjöngenek egy fesztiválon és üvöltik, hogy reptér, az nem pontosan az, amit a Korda György gondolt magáról 30 éves korában, hogy ő az ország egyik legjobb énekese, hanem ez már egy másik állapot, a szeretet minden megmarad, de hogy ez már, hát ez már parti, vagy nem is tudom, tehát hogy ez, de egy csodálatos dolog, nem, ha belegondolunk, hogyha megadatik. Szóval szándékomban áll, hogy megadassék ez a dolog nekem örökre,
Ennyit tudok mondani. Dolgozni fogok rajta, de ha nem... Szóval még egy nagy... Az autóvezetésen kívül, ami egyszer csak baromi későn elkövetkezett az életedben, meg a kutyán kívül, ami szintén későn következett el, mint szerelem, legalábbis ezt láttam a filmecskékből, amiket fölraktál, vagy a Facebookra, igen, vagy hova. Igen. Azon kívül egyszer csak elkezdtél a testeddel foglalkozni, tehát egészséges életet élni, és foglalkozni azzal, hogy mit bírsz teljesítményt, tehát hogy úgynevezett ilyen sportos ember lettél. Igen, de azért van küzdelem, szóval nem vagyok, most se csinálok semmit, az agyamat elvitte ez a film, bemutató meg minden, és nem tudtam másra, tehát nem tudtam rendesen jól sportolni. Van, amikor az is egy ilyen kattanás, hogy csinálom, szeretem, benne vagyok. Szóval van abban egy ilyen, szerintem ezzel is sok ember van így egyébként, van abban egy ilyen hullámzás, hogy 3 hónapig nagyon megy, és aztán valahogy kilötyögök belőle. De hát akkor normális, hogy ez csak azt jelenti. Abszolút. És akkor 1 hónapig, 2 hónapig, nem, mit tudom én, csínyán-bínyán, nyalogatom csak, nem igazán, és aztán megint, de nagyon szeretem. Tehát én ezt már réges-rég hozzászoktattam magam ahhoz, hogy jó az. Tehát azt én imádom, abban is, én szeretem a fizikai dolgokat. Tehát ott, amikor azt is megélni, hogy semmihez nincs kedved, pláne nem tornázni, vagy nem tudom, és hogy fél óra után működik a dolog, és jó kedvű leszel, tudod, mert nem tudsz, ez biológia. Hát fölmegy az oxigén az agyadba, és akár a legdepressziósabb napodon is, ha eljutottál oda, hogy jól leszel, én azt nagyon szeretem. Tehát amikor beindul, és akkor wow, és akkor az izzadság, és a minden, és a zene, és a nem tudom mi, azt nagyon szeretem, és egyébként olyan furcsa dolog, hogy ott jutnak eszembe a legjobb dolgok, mert valószínűleg az ember annyira friss állapotba kerül, annyira keresztülkasul átfolyik a vér a fejedbe, hogy ott ötletek jönnek. Tehát, hogy ott meglódul a művészetem, vagy a bármi, tehát az alkotói rész, az ott mindig ugrik egy akkorát, hogy a fene se gondolná, hogy sportolni kell. Melyik teljesítményed jobb, a művészeti, vagy az apasági? Mindegyik nagyon. Az apasági az annyira jó, hála Istennek, hogy nem is kell rácsodálkoznom. Tehát ez nagyon működik. Ott voltak a filmben, mint a gyerekek is. Annyira szeretek rájuk nézni. Olyan helyesek, és olyan jó, hogy... Tehát a felnőtt gyerekekben ez a jó. Igen, az ember a kicsiknél el se tudja képzelni. A kicsiknél egy picit mindig félünk, hogy annyira cukik, hogy azért kár, hogy felnőnek. És amikor felnőnek, akkor szerintem az annyira jó, amikor a gyereked... elképesztő jó dolgokat mond, érzékeny, értelmes dolgokat, az annyira megható szerintem, az annyira jó, ahogy beszélgetsz velük. Azt is szeretem, hogy nekik vannak területeik, amiket másképp gondolkodnak, és jobbak, mint én. És az, tehát, hogy én már, ez ilyen nagyon, ez tényleg, ez a legnyálasabb, tehát nincs mese, de ezt minden szülő megért, hogy az, hogy amikor már tanulsz is szinte a gyerekettől, hát ez annyira, tehát hogy ez annyira jó, amikor nem, tehát de hát ez... Te is, amikor itt áll, akkor milyen volt a kapcsolatotok? Nagyon jó volt akkor is. Hát ez mindig az van, hogy nincs két egyforma ivó ember, meg alkoholista. Tehát azt gyorsan tisztázzuk, hogy én azért a buli, jó szórakozás és felől jöttem. Valójában azért itt is tömegek vannak. Tehát nem az van, hogy vagyok én, aki mondjuk ittam, vagy bármi egyéb, és a többiek meg nem, és mindenki tök jó, dehogy is, hát van az éjszaka, tele van olyan gyerekkel, hát én is, amikor 20 év, mindig is, tele van olyan, akik valamilyen formában túlzásokba esnek, és akkor vannak, akik még képesek. Na de ez egy, tehát az életem ilyen szempontból intenzívebb szakasz, csak én azt ide számolom, mert nem lehet letagadni, az azért eléggé a gyerekek, főleg pláne a 3 gyerek előtt volt, tehát azért ebben van egy ilyen szakaszolás, mert az én 15 éves koromtól tulajdonképpen megindultam, és 16 éves korunktól már Moszkva térre jártunk, és napi, vagy heti 2 házi buli, mindig pénteken, szóval mindent, tehát hogy de hát ott messze nincsenek gyerekek. És utána pedig rengeteg olyan dolog volt, ami sokszor ez rejtve maradt előttük,
Meg azért én mindig az voltam, hogy ha hülye is voltam, vagy túlmentem, vagy tényleg, tehát minden szempontból sok volt a dolog, ahhoz képest utána viszont nagyon normális voltam. Tehát nekem sose volt olyan problémám, hogy én aranyos voltam, mert közben ilyen se különböző traumákkal, se pedig, nekem jó volt a gyerekkorom. Nagyon jó volt a gyerekkorom, ezért valójában semmit. Tehát azonnal a meghűléseim, vagy a túlégéseim, vagy a túlzásaim után én azonnal nagyon aranyos voltam, és ezzel azért együtt lehet élni, meg ezzel semmi probléma nincs. Mentem az állatkertbe, csináltam a dolgomat, tehát tehát valójában most igen, ezt ilyen, nem tudom milyen, hogy én mondom, tulajdonképpen egy jó apuka voltam, meg kell kérdezni a gyerekeimet, tehát hogy nem, ez... Én láttam, hogy te jó apuka, sokáig lehet rejtegetni. Sokszor találkoztam veled, minimum két fiad lógott mindig rajtad, tehát a háromból kettővel lehetett találkozni, amint éppen lebegsz velük ide-oda. Megmondok még valamit, ami a mindenkinek a személyisége, az több dologból áll össze. Tehát az, amit én ott, ha föllángoltam a szerek hatására, az egy dolog, az, hogy nagyon kilép, de valójában én fegyelmezett vagyok. Ezért munkaközben se soha nem csináltam ilyet. Tehát a fegyelmezettség az nagyon sokáig megvéd, és nagyon sokáig az egyéb, tehát kicsit ilyen deviánsabb személyiség jegyeidet, azt mindig rejtve szóval... hagy. És ez is egyébként nagyon, tehát ez a filmnek is a lényege, hogy azért beszéljünk róla, hogy azt azért hagyjuk, hogy itt csak egy-egy emberre vonatkozik ez a dolog. Itt tömegek, mások is. Tehát mindez, amit mondok magamról is, ez is tömegekre jellemző szerintem is. Csak az a kérdés, hogy neked épp ebből eleged van, vagy valamiért ellenet fordul ez a dolog, vagy nem. De ha ellenet fordul, akkor kell kilépni belőle, mert ki lehet. Ez a végszó. Ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltál. Egészségedre, jaj, de jó az a víz. Megróval tudom fűszerezni. Köszönöm. A szert megkapod, utána jutalmul, ez gyorsító. Ez a köszönöm. Negró. Köszönjük szépen a figyelmet, nézzék meg Tilla Tilla legújabb filmjét, és Jégbüfé lesz a jövő héten is. Viszontlátásra.